A kijárási tilalom ellenére kedd éjszaka is folytatódtak a zavargások a wisconsini Kenosában, miután vasárnap két rendőr hátba lőtt egy afroamerikai férfit. A belváros többnyire színes bőrűek lakta negyedét lángokba borították a rendbontók, kirakatokat zúztak, bejárókelőket bántalmaztak és autókat gyújtottak fel. A kormányzó ezért szükségállapotot hirdetett. A meglőtt 29 éves férfi nem halt bele sérüléseibe. Az orvosok szerint részben lebénulhat, az is csoda lenne, ha Jacob Blake Jr. tudna valaha újra járni, számolt be a család ügyvédje. Az intézkedő rendőröket azonnal felfüggesztették és kényszerszabadságra küldték. Bár testkamerájuk nem volt, egy telefonnal készített videón látszik, hogy egy személyes vitába avatkoztak bele, ráadásul túlzott erőszakkal. Ha Jacob tudná, hogy mekkora pusztításhoz és feszültséghez vezetett a meglövése, biztos nagyon szomorú lenne. Imádkozom minden rendőrért és a családjukért, mondta a fiatal férfi édesanyja. Egyetlen nap alatt tucatnyi lakóház égett le teljesen, ezért a kormányzó 250 nemzeti gárdistát hívott a városba. Ők füstbombákkal és gumilövedékekkel próbálták feloszlatni a tömeget, de a Black Lives Matter vezetői leszögezték. Addig nem hátrálnak, amíg bíróság elé nem állítják a rendőröket.